Szélsőségek szorításában címmel rendezitek immár másodízben azt a szántóföldi bemutatót, ahol a kukoricáról, a szójáról és a cirokról lesz szó. Nem véletlen a névadás. Valóban nem véletlenül ezt a szlogent használjuk ki már 2 éve, ahogy mondod, hiszen a klímaváltozást folyamatosan olyan kihívásokat, olyan szélsőséget okoz, amire nekünk a termelőknek, vagy nekünk a technológiai fejlesztésben reagálni kell. Erről szól a mai rendezvényünk is. Kicsi ország vagyunk mi, Magyarország, de mégis olyan nagyok a különbségek, hogyha itt a csapadékot nézzük, csak egy elemét nézzük az időjárásnak. Így van. Itt, ahol most vagyunk és a bemutatót tartjuk Nádudvaron, ebben a naptári évben 120-130 mm-rel kevesebb csapadék hullott, mint a sok évás átlag. Ebből kellett az idei évben gazdálkodni, ami aki szakmabeli, az nagyon tudja, hogy nagyon szerény. Ugyanakkor a Dunántúlon bizonyos helyeken 500-600 mm csapadékkal gazdálkodnak. Ilyen körülmények között is meg kell teremtenünk azt a technológiai hátteret, ami jövedelmezővé teszi a gazdálkodást. Ezt szeretném ma bemutatni, és úgy gondolom, hogy be is tudjuk mutatni. Mi azt gondoljuk, hogy alapvetően 3 dolog van, amihez nyúlnunk kell. Tehát egyrészt a technológiában azokat az elemeket használjuk, ami a lehető legnagyobb mértékben őrzi, óvja a talajban lévő víztartalékot, ami van. Ennek megfelelően a technológiában évek óta forgatásos eljárásokat nem használunk, tehát a szántást mellőzzük, sávművelést alkalmazunk, lazító eszközöket alkalmazunk, vetés előtt a talajt feleslegesen nem bolygatjuk, gyakorlatilag a magánkészítés a vetéssel egybenetben történik, majd a növényápolási munkák között a technológiánkban minimum egyszeri kultivátorozás szerepel. Ennek megfelelően állítjuk össze az input anyagokat, és például a tápanyag utánpótlásban a fejtrágyázás gyakorlatilag csak folyékony tápanyagféleségekkel történik. Mindez lehetővé teszi azt, hogy ilyen szélsőségek mellett is elfogadható hozamokat tudjunk elérni. A második pedig hát megkerülhetetlen, öntözni kell. Így a mai bemutatónkon 3 különböző öntözési módot fogunk mutatni. Ezek között van egy programunk, ami kifejezetten nagy termőképességet céloz meg. Beneveztünk a kukorica versenybe idejében először, és hát mi mindenképpen szeretnénk mondjuk egy 20 tonna, ilyen körülmények között is 20 tonna vagy 20 tonna fölötti kukorica termés átlagot erről a termés produkálni. Ennek alapja egyébként ugye egy folyamatos mérés, folyamatosan felvehető vizet tartani a növény számára, tápanyagot juttatni mellé, eme alapján összeállítva a tőszám, hiszen nagy hozam tőszám nélkül elképzelhetetlen. Itt, amit látunk is, 90 ezer körüli termőtővel dolgozunk, és hát ugye egy víztakarékos eljárást alkalmazunk, mert szántóföldi csepegtetőrendszer fogunk mutatni a termelőknek. A harmadik, tehát hogyha nincs öntözési lehetőség, nem valósítható meg, és olyan szélsőségesen kitett területen gazdálkodunk, akkor fajt kell váltani. Ebbe pedig a cirok az, ami szerepet játszik az utóbbi években. Mi 2 éve indítottunk egy cirok termeltetési programot, ahol gyakorlatilag megfinanszírozzuk a termezést, és meg is vásároljuk a kész terméket a termelőktől. Mit tud ez a cirok? Miben más, mint a kukorica? Sokkal jobb alkalmazkodó képessége van a körülményekre, az arid, kitettebb körülmények között, mint a kukorica. Technológiai szempontból is vannak egyszerűségek a kukoricához képest, illetve mind növényvédelmi szempontból is vannak előnyei a kukoricával szemben. A 3 legfontosabb paraméter, ami mindenképpen az előnyét szolgálja a ciroknak, az, hogy garantáltan GMO-mentes, tanninmentes és toxinmentes maga a növény, a termés, és ez az állati takarmány felhasználás szempontjából mind olyan fontos faktor, amivel magát a végterméket lehet még jobban eladhatóvá tenni. De ugye minden a gyökerektől indul, így a takarmányozásnak is az egyik része, ugye maga a takarmány alapanyagnak az előállítása is, így ezek a szemes cirkok. A termelőket az érdekli általában, hogy milyen nyerességgel lehet egy növényt termeszteni. Na most, ha összehasonlítjuk a cirkot a kukoricával, akkor mit tudsz elmondani? Azt tudom elmondani a ciroknak az előnyére, hogy figyelembe véve, hogy milyen körülmények között termesztjük, mert ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, tehát nem a legjobb és a legtökéletesebb adottságú területeknek a növénye, hanem éppen a kitettebbeknek, hogy ezeken a területeken annyit vagy többet tud teremni, mint a kukorica, és fehérje tartalma arányában nézve jobb, mint a kukorica szemeké. És ezzel tudja azt a többletet adni a termelőtársadalomnak is a kukoricához képest. Felvásárlási ár tekintetében ugye ez folyamatosan változik, de nagy átlagban azt lehet elmondani róla, hogy kukorica szintű felvásárlási árak vannak a terménypiacon, és ezeknek a tényezőknek az együttes hatásaként tud egy
kitettebb körülmények között egy jobb jövedelmezőséget biztosítani. Milyen állatfajok takarmányozásához lehet használni? Mivel alapvetően fehérje forrásról beszélünk, lényegében bármelyikhez. Elsődlegesen a szárnyasoknál, a baromfiknál, a vízi szárnyasoknál jött először nagy jelentősége ennek a növénynek, de a későbbiekben már most egyre több érdeklődés van szarvasmarha tenyésztők, illetve sertéstenyésztők oldaláról is. Az idei év nagyon jó példája volt annak, hogy az öntözés megkerülhetetlen tényező lesz már a gazdálkodásban. Háromfajta szántóföldi öntözési módot mutatunk be ezen a bemutatón. A legkorszerűbb öntözési módok azok a lineáros és körforgós öntözési berendezéseknek a telepítése. Ezek a legkorszerűbbek, ezek a legjobb vízszétosztásúak. Természetesen minden táblára ezek nem telepíthetők, ezért lehet a mögöttünk lévő öntöződobos technológiát is alkalmazni. Ez hagyományosabb, nagyobb nyomásigényű, de mobil, hazavihető, és a kisebb gazdaságoknak, a szabálytalan alakú tábláknak egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kiegészítő öntözést adjanak. A kormány az idei évtől külön támogatja is az öntözés fejlesztést Magyarországon. Szorgalmazzák azt, hogy minél több helyen történjen meg mindez. Hogyan tudtok ti ehhez alkalmazkodni? Igazából a támogatás még 16-tól datálódik. 16 májusában jelenik meg az a rendelet, ami EU-s pénzből 49,5 milliárd forint támogatást biztosít az öntözésre. Kicsit nehezen indult el ez a program, hiszen bonyolultak a feltételek, az uniónak komoly elvárásai vannak ezzel szemben. Ennek a pénznek körülbelül a felét, kétharmadát sikerült már pályázatokkal lefedni. Ebben a KITE nagyon jelentős részt vállal, mintegy 50% a piaci részarányunk a szántóföldi öntözőgépeknél, mintegy 10-15% között van ezeknél az öntöződoboknál. A csepegtető öntözésben pedig főleg az ültetvények veszik ki a részüket.